Sziasztok! Hát mára is jutott egy érdekes kérdés. Ezzel a kérdésen már az előzőekben foglalkoztunk, nagy port is kavart a dolog akkoriban. Az újratöltéseknél merült fel az a kérdés, hogy ki jár jobban, akinek mondjuk van külső mechanikus szánakasztó a fegyverén, vagy akinek nincs. Hogy is van itt a kérdés? Hát valahogy le kellene tesztelnünk, hogy, mert hát ugye messzire jött ember azt mondta, amit akar, mégiscsak egy lövéssel kapcsolatos kérdés eldöntése azért valahol mégiscsak ott dől el, hogy mennyi idő alatt van a luk ott, ahol kellene, hogy melyik technika gyorsabb. Három tárat fogok használni, a fegyver csőre töltve, eltévedt okba. A fegyverrántást követően leadom az első lövést, majd, amikor kiürült a tár, behelyezek egy újat, és a külső szánakasztót fogom lenyomni, és ezzel fogom újra tölteni a fegyvert, illetve a harmadik tárból is így fogom bejuttatni a lőszert a csőbe. Tehát a tárcsereknél az erre rendszeresített külső szánakasztót fogom használni. Nem megyünk nagy távolságba, nem is ez a lényeg. Egy olyan igazi 3 méteres önvédekező távolságot fogunk belőni. Egy A4-es fektetett A4-es papír lesz a célpont. Azt gondolom, hogy azért helye közel el fogom találni. És megismételjem a gyakorlatot ugyanezekkel a paraméterekkel, kivéve, hogy ott viszont ugye a szánszerkezetre rá fogok nyúlni bal kézzel, és a segítőkézzel fogok tölteni, majd ezt követően fogok visszanyúlni a markolatra, és úgy adom le a lövést, és megnézzük, hogy időben melyik a jobb, illetve melyik a gyorsabb, aztán majd még ráérünk gondolkozni ezen. Na, hát nagyon úgy tűnik, hogy nem mértem, szándékosan nem mértem az időt, ugyanis egy kameratrükkel párhuzamosítani fogom majd a két végrehajtást, beteszem egy képre, és ugyanabban a pillanatban fogom indítani mind a kettőt, és akkor egyértelműen jó fog látszani, hogy van-e különbség a két végrehajtás között, vagy homlok egyenes, teljesen mindegy, hogy melyik technikát alkalmazunk. Bár sanda gyanúm egyébként, most, hogy így végiglőttem, még egyszer mondom, óra nélkül, tehát aztán lehet, hogy éppen nem jó satszolok, de nekem azért hát hatékonyabbnak tűnik a mechanikus szánakasztóval történő
töltés. Annál is inkább, mert ugye már alapból ráfogok a fegyverre, és stabilabbnak, sokkal stabilabbnak éreztem. Hiába 3 méter, de mégis gyorsan kellett lőni. Tehát tényleg megpróbáltam azt a sebességet kihozni magamból, amit mondjuk egy önvédekezés esetén próbálnék mind a két esetben. Amikor rá kellett nyúlnom a szánszerkezetre, akkor ugye nyilván egyszer el kellett engednem a markolatot, majd rányúlni a szánszerkezetre, majd visszafogni a markolatra. Gondolkoztam, hogy megreszkírozom, hogy még nem fogok vissza rá, és meglövöm egy kézből a papírlapot, de instabilnak éreztem. Tehát mindenképpen vissza kellett fognom rá ahhoz, hogy biztosan el tudjam találni a fehér lapot. Úgyhogy rá is fogtam, nyilván el is lett találva, de ettől függetlenül éreztem, hogy ez azért plusz időt vett igénybe. Még mindig nem láttam igazán, csak satszolom. Megnézzük akkor úgy, hogy összetesszük a két videót egy képernyőre, és akkor lássuk. Hát jól éreztem. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy sokkal gyorsabb, hogyha a mechanikus szánakasztót nyomjuk le, és nem nyúlunk külön egy plusz mozdulattal a szánra. Alaphelyzetben, amikor valaki megkérdezi, hogy melyiket javaslom, rábízom. Nekem azért van valamennyi gyakorlatom lövés terén, de egyértelműen én magam is éreztem, hogy amikor el kellett engednem a markolatot, azért, hogy a bal kézzel újra tudja tölteni, nem tudtam biztonságosan bevállalni azt, hogy eltalálom a célpontot, még ha nem is volt nagy távolságra. Úgyhogy akinek esetleg kevesebb rutinja van, annak lehet, hogy még zavaróbb lehet ez a dolog. Aki persze Kenny vágja ezt a témát, és nagyobb rutinnal rendelkezik, annak mondjuk lehet, hogy éppen nem jön ez a probléma ki, vagy nem jön elő, és megmeri reszkírozni egy kézből leadva a lövést. Én azt vallom, hogy biztos találatra menjünk, én nem változtatnék ezen a megoldáson. Most, hogy a több kérdés érkezett ezzel kapcsolatban ismételten, hogy melyiket javaslom, mind a kettőt, kinek melyik szimpatikus, én azt gondolom, hogy mindenki maga vállalja föl azt, hogy hogyan hajtja végre a újratöltést. Egy a lényeg, biztonságos legyen, onnantól kezdve meg kalapkabát.